Kicsoda Rose Hanbury, Vilmos herceg állítólagos szeretője. Az elmúlt időszakban egyre inkább megerősödnek azok a hírek, illetve pletykák, hogy Katalin hercegné azért tűnt el, mert Vilmos herceg karácsonykor közölte vele, hogy a szeretője, a Rose Hanbury terhes, meg akarja tartani a babát, Katalin hercegné pedig idegösszeroppanást kapott a hír hallatán. A Rose Hanbury neve azonban nem először fordul elő a királyi pletykák kapcsán, ugyanis legelőször 2019-ben tűnt fel, mint Vilmos herceg állítólagos szeretője, azonban a palota sosem cáfolta, vagy erősítette meg, hogy bármi több lenne Somli Márkinéja, illetve a Velszi herceg között, mint barátság. Ebben a videóban igyekszem végigvenni ennek a pletykának, vagy pletyka áradatnak az idővonalát, hogy mit lehet tudni, mi történt 5 évvel ezelőtt, és miért következtetnek nagyon sokan arra, hogy Rose Hanbury terhes Vilmos hercegtől, és esetleg ez a gyermek talán még a trónöröklési sorba is bekerülhet. Rose Hanbury neve először 2019-ben bukkant fel, amikor a The Sun nevű brit bulvár újság hozta le azt a sztorit, miszerint Katalin hercegné az egyik legjobb barátnőjétől ismeretlen okokból kifolyólag elfordult, valamint ezt a hölgyet, Rose Hanburyt száműzette a legbelsőbb körökből is. Egy ismeretlen forrás azt nyilatkozta a The Sun-nak akkor, tehát 5 évvel ezelőtt, hogy ő nem érti, hogy hogyan fajulhattak idáig a dolgok, valamint ugyanez a forrás Rose Hanburyt Katalin vidéki riválisának nevezte. Na de nézzük meg, hogy ki is ez a titokzatos és misztikus Rose Hanbury, aki egyébként 1984. március 15-én született, az édesapja egy webdesigner, az édesanyja pedig divattervező, valamint az anyai nagymamája Lady Elizabeth Lambert, Kaván 10. grófjának lánya volt, és itt egy ilyen érdekes összekötetés a királyi körökkel, mert hogy II. Erzsébet királynő esküvén, ugye akkor még Erzsébet hercegnőként, 1947-ben koszorús lány volt. Rose fiatal felnőtt korában modellkedett, és 23 éves korában alá is írt egy szerződést az egyik modellügynökséggel, majd később egy rövid ideig az egyik konzervatív politikus, Michael Gove kutatója volt. 2009-ben, tehát 25 éves korában feleségül ment Somli 7. márkiához, David Somlihoz, aki egyébként 24 évvel idősebb nála. A párnak egyébként 3 gyermeke született, 2009-ben egy ikerpár, Alexander és Oliver, 2016-ban pedig egy kislány, Iris. És hogy hogyan ez a közeli kapcsolat Vilmos herceg és Katalin hercegnével? Nos, Somli Márkia és Márkinéja Hutton Hallban, Norfolkban él, ami gyakorlatilag a Velszi hercegi pár szomszédságában található. Gyakorlatilag a két házas pár ugyanahoz a szűk körhöz tartozik, illetve találtam még egy ilyen említésre méltó egyezést, mégpedig, hogy Rose Hanbury a kelet-angliai gyermekhospice támogatója, csak úgy, mint Katalin hercegné. Egyébként ezek a Vilmos herceg Rose Hanbury pletykák ugye ciklikusan felfelbukkannak, aztán el is ülnek, amikor úgy tűnik, hogy nincs rá kereslet és érdeklődés. Viszont 2023. május 6-án, 3. Károly koronázásán a fiatalabb ikerfiú Lord Oliver Page Boyként, vagy Page of Honorként vett részt 3. Károly mellett, és egyébként ő volt az egyetlen gyermek így ebben a tisztségben, aki semmilyen rokoni szállal nem kapcsolódott a királyi párhoz. Ugye korábban készítettem már egy videót arról, hogy Katalin hercegnével mi történik mostanában, illetve előszedtem a legnépszerűbb, illetve a legviccesebb összeesküvés elméleteket arról, hogy miért nem lehet őt látni, és ebben a videóban is elmondtam erről a teóriáról, vagy szálról, hogy Vilmos herceg a szeretője és egyéb történések, hogy Richard Kay újságíró, aki egyébként a Daily Mail szerkesztője, még 2019-ben elmondta, hogy ez a Vilmos herceg és Rose Hanbury című történet hamis, és hogy ő nem talált és nem lát erre bizonyítékot, hogy ebben volna bármi valóságalap. Illetve, hogy mindkét fél jogi lépéseket tervezett tenni ugye a pletykák miatt, viszont végül azért nem tették meg, mert egyik ilyen cikk sem hozott le semmi úgynevezett bizonyítékot arról, hogy mi történt, így inkább figyelmen kívül hagyták ezt az egész pereskedést. Viszont most, hogy egy kicsit jobban utána néztem ennek az egész történetnek, ennek volt még egy adaléka 2019-ben, ugyanis nagyon sokan azt sejtették, hogy az a bizonyíték, hogy egy Giles Corran nevű brit újságíró egy utóbb törölt tweetjében annyit írt, hogy mindenki tud a viszonyról kedves, és ennyi volt az egész tweet, viszont nagyon sokan arra appelláltak, hogy ez biztos, hogy Vilmos hercegről és Rose Hanburyről szól, azonban nyilván nem volt ott, hogy róluk szól, tehát
másról is szólhatott. Az érdekesség ennek a történetnek viszont az, hogy a palota 2019-ben is jogi lépéseket tervezgetett tenni annak érdekében, hogy ezek a pletykák így eltűnjenek, ami viszont elég jól ráéjesztett a brit bulvár lapokra és bulvár újságokra, mert hogy szinte azonnal elsüllyesztették a sztorit, és nem is volt semmilyen frissítés ezzel kapcsolatosan abban az időben. Olyannyira, hogyha a Somli név felmerül, akkor a brit bulvár lapok Vilmos és Katalin barátaiként hivatkoznak rájuk, és egyébként ez a név fel is szokott merülni, ugyanis, ahogy említettem, ugyanabban a körbe tartozik a két házaspár, úgyhogy több olyan esemény is volt, amin mind a kettő házaspár megjelent. Aztán elérkezünk 2023-hoz, ugye említettem harmadik Károly koronázását, ahol Lord Oliver, tehát a fiatalabb Iker Page Boy, vagy Page of Honor-ként vett részt, illetve nem csak ő volt az egyetlen kitüntetett, hanem David Shomley, tehát a márki is, Rosehambury férje, aki Lord in Waiting pozícióban vett részt ezen az eseményen, aztán pedig kiderült, hogy ez egy maradandó, vagy tartós cím, ami viszont azt jelenti, hogy amíg harmadik Károly uralkodik, addig David Shomley-t, illetve a feleségét minden királyi és állami ünnepségre vagy eseményre meghívják. Ez a Lord in Waiting gyakorlatilag az udvarhölgyeknek a férfi megfelelője, és hát ugye ez alapján azt is indikálja, hogy egy nagyon szoros kapcsolatot alakítottak ki, nem csak Vilmossal és Katalinnal, hanem Károllyal és feltehetőleg Kamillával is. Na de hogy miért futottak fel ismét azok a pletykák, hogy Vilmos herceg és Rosehambury, ennek az úgymond kiinduló pontja az volt, hogy december 28-án, tehát karácsony után egy a királyi családhoz köthető autókonvojt láttak elszáguldani Londonban, mégpedig a 7. Edward kórházba, és olyan összeköttetés van, hogy az egyik autó elvileg Vilmos herceg autója volt, és ez alapján kezdtek el az emberek arra spekulálni, hogy hiába Vilmos herceg autóját látták, abban biztos, hogy Katalin hercegné utazott, mégpedig azért, mert Vilmos herceg karácsonykor közölte vele, hogy a szeretője Rosehambury terhes, a nő megtartja a gyereket, Katalin hercegnének erre pedig ideg összeroppanása lett. Őszintén szólva, én nem igazán tudom, hogy abból, hogy egy autókonvoj elszáguld, még akárha kórházba is, abból hogyan jutunk el odáig, hogy egy teljesen kerek történetet kerekítünk, tehát, hogy az előző videóban is mondtam, az ilyen emberek írjanak fanfictiont, vagy könyvet, lehet, hogy hosszú távon sikeresebbnek bizonyulnak, mint hogy egy ilyen kis pici dologból egy teljes egészet kerekítsenek. Úgyhogy ez az, amit nagyjából most mindenhol lehet látni, az összes újság ezzel foglalkozik, ez a legutóbbi top hír. A legjobb tudomásom szerint, viszont ez itt nem áll meg, ugyanis a legutóbbi ilyen konteók alapján Rosehambury fia, Lord Oliver, Vilmos hercegnek a gyermeke, és bejelentheti a trónigényét is, mert hát ugye idősebb, mint György herceg. Ez viszont azért vérzik több sebből, mert hogy Oliver a fiatalabb iker, Alexander néhány perccel korábban született meg, és emiatt Alexandernek megvan az a címe, hogy Ruxgrave grófja, azt hiszem, hogy ez a címe, míg Olivernek nincsen címe, mert hogy ő fiatalabb fiú, illetve Alexander fogja örökölni a Somli Márkia címet is, amikor az apja meghal. Szóval gyakorlatilag ez a... az Oliver-Alexander történet, tehát hogyha Oliver esetleg Vilmos herceg fia, akkor feltehetőleg Alexander is, csak hát a Conteó gyárosok odáig már nem jutottak el, úgyhogy az ilyen kis nüansznyi dolgokra szerintem érdemes odafigyelni, hogy összetegyük a sztorit kicsit komolyabban. Viszont ahhoz, hogy egy kicsit jobban árnyaljam a képet, van még itt egy fontosabb történetszál, mégpedig Omid Scobie, aki arról híresült el, hogy Meghan Markle köreihez tartozik, nagyon sokan ugye azt mondják, hogy az ő payrollukon van, tehát hogy gyakorlatilag Meghan Markle fizet neki azért, hogy a szócsöve legyen a közösségi médián, nagyon sokan utálják ezért, őszintén szólva így én kíváncsi voltam az ő dolgaira, de néha tényleg annyira elvakult Meghan Markle irányába, hogy így nem tartom hitelesnek, kicsit sem,
De emiatt érdekes szerintem ez a történet, mert szintén az előző videóban mondtam azt, hogy találtam olyan forrás cikkeket, amelyek szerint ez az egész Vilmos Herceg és Rose Hanbury történet Meghan Markle köreiből indult el, és akkor ott is változik, hogy Meghan Markle barátnője, vagy elvakult rajongója, vagy nem tudom, kicsodája, kezdte el ezeket híresztelni, és egyébként az idővonal alapján ez még talán bele is férne, mert ugye ott volt némi cicaharc, legalábbis Harry Herceg és a könyve alapján abban az időszakban Meghan meg Kate között. A mostani sztori szempontjából, ami szerintem viszont sokkal érdekesebb, az, hogy Omickobinak 2023-ban megjelent egy könyve, egy ilyen palotai érdekességek gyűjteménye, gondolom szintén Meghan Markle szemszögéből. A lényeg viszont az, hogy gyakorlatilag Omickobi is kijelentette azt, hogy nincs valóság alapja a Rose Hanbury-s pletykáknak. Egészen pontosan olyanokat mondott, hogy egyrészt nem írhatott le mindent, mert hogy nem akart pert a nyakába szakítani, illetve hogy fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez csak egy pletyka, és sosem látott bizonyítékot arra, hogy bármi többről lenne szó, illetve hogy semmi sem igazolja azt, hogy az esetleges viszonyról szóló pletykákban lenne bármi igazság vagy valóság alap. Továbbá még azt is egyébként elmondta, hogy valószínűleg ez az egész pletyka sosem fog teljesen eltűnni, mégpedig azért, mert hogy egyik fél, illetve a palota sem cáfolta ennek a történéseit. Miközben keresgéltem így a témához, találtam egy olyat is, hogy most 2024 márciusában a The Daily Beast-nek, ami gondolom szintén egy ilyen bulvár oldal lehet, egy korábbi palotai dolgozó elmondta azt, hogy a Kensington palotában bosszantónak találják ezeket a Rose Hanbury-s pletykákat, illetve hogy Stephen Colbert, egy amerikai televíziós műsorvezető is felkapta ezt a hírt vagy pletykát a saját műsorában, és hogy ez sem segít ezen az egész történetem. És ugyanez az utóbbi forrás azt is hozzátette ez az egészhez, hogy hiába találják bosszantónak ezt az egészet a Kensington palotában, az sem segít az ügyön, hogy olyan fotót tettek közzé, ugye az anyák napi kép, amin Katalinon nincs rajta az eljegyzési gyűrűje. Összefoglalva tehát ezt az egészet, gyakorlatilag semmi sem igaz ebből a sztoriból, és itt én emelném ki azt a videó kapcsán, hogy én szoktam szajkozni a hiteles forrást, ez a videó csak és kizárólag kb. Bulvárlapok cikkein alapszik, illetve a józanparaszti észt próbáltam még belevinni, mégpedig azért, mert hogy nincs hivatalos álláspont, ugye ez az egyik ilyen probléma forrás, hogy senki, se Katalin hercegné, se Vilmos herceg, se Rose Hanbury, se a palotta nem nyilatkozott ebben az egész viszonyos, afféros, botrányos helyzetben. Illetve még egy érdekesség szerintem, hogyha azt is mondanák valamelyik nap, mondjuk jön egy közlemény, hogy nem, ez totálisan fals, akkor megint el lehetne kezdeni kommentálni, illetve kombinálni, hogy jaj, akkor biztos van valami mögöttem, mert hogy ilyeneket nem szoktak, vagy ilyenekre nem szoktak reagálni. Úgyhogy ez kb. A 22-es csapdája is patthelyzet, hogy akármi történik, a pletyka folyam az ugyanúgy megy tovább. Úgyhogy tényleg azt mondanám, hogy egyrészt semmit nem tudunk, másrészt, hogyha még egy olyan ember, aki alapvetően, hogy mondjam szépen, szereti Katalin hercegnét rossz fényben feltüntetni azért, hogy a saját kedvence jobb színben tűnjön fel, és azt mondja, hogy nem talált semmi valóságalapot erre, akkor szerintem ez egy ilyen elég erős indikátora annak, hogy ebben az egész történetben valószínűleg tényleg nincsen semmi valóságalap, csak elindult, és így szájhagyomány útján felduzzadt, meg aztán 2024 tavaszán hozzá is költöttek hozzá a jelenlegi kontaok alapján még többet, illetve ami szerintem még egy ilyen elég érdekes indikátora annak, hogy valószínűleg ez sosem volt igaz, hogy gondoljunk bele, hogyha Károly biztos, hogy tudna róla, hogy mi történik a fiával, vagy főleg egy ilyen horderejű dolog kapcsán, és hogyha tegyük fel, igaz is volna ez az egész, akkor valószínűleg nem húzná ezt a Somli Merkiát és Merkinéját még közelebb a királyi körökhöz, hanem pont, hogy tanulva a saját esetéből, illetve a saját piát katasztrófájából minél távolabbra helyezné őket, hogy a fia hírneve az ne mocskolódjon be
úgymond. Neked egy ilyen másik érdekes kérdés, hogy tegyük fel, hogyha Vilmos herceg tényleg megcsalta volna Katalin hercegnét ezzel a Dosshambury-vel, akkor Katalin hercegné később úgy mutatkozna a Dosshambury társaságában, mintha semmi nem történt volna. És igen, ott van az éremnek a másik oldala, hogy a történelemben, a királyi családban, főleg ugye az uralkodónak nem volt ritka, hogy szeretője van, illetve főleg a történelemben, amikor évszázadokat megyünk vissza, hogy a házasság az egy gazdasági szerződés volt, ami azt jelentette, hogy 8. Henrikre tudok például visszautalni, mert hogy az ő témájában vagyok jobban benne, hogy azért vettem mondjuk feleségül Klévei Annát, mert hogy a Klévei szövetség az neki politikailag gyümölcsöző volt. Egyébként feltételezem, hogy Marthára nem érdekelte, hogy ki lesz az új felesége ebből a szempontból. És igen, nem kell annyira nagyon visszamenni a történelemben, akkor is vannak ilyen politikai házasságok, de amikor már a brit monarchia alkotmányos monarchiává szelidült meg, akkor tulajdonképpen már nem kellett annyira ilyen szintű gazdasági szerződéseket kötni a házasság miatt, hanem ott inkább az volt a jellemző, hogy minél nemesebb, a magasabb rangú legyen az a hölgy, és így a 21. században, meg a 20. század végén azért ez már eléggé felhígult, és most harmadik Károly, vagy akkor annó Károly herceg és Diana hercegné házassága, nyilván ott azért kicsit több volt, most nem a későbbi botrányokról beszélek, hanem korábban, és hiába Diana arisztokrata származású volt, azért nem volt annyira magas származású, mint azt mondjuk korábban megkövetelték volna, és akkor ugye Vilmos herceg egy közrendű embert vett feleségül, Harry herceg meg egy kétszeresen elvált amerikai nőt, ami közel 100 évvel korábban ugye egy elég nagy botrányt robbantott ki, gondolok itt 8. Edwardra és Wallis Simpsonra, meg a trónról való lemondásra és egyebekre. Szóval itt nem gondolom egyébként azt, hogy érdemes lenne azzal érvelni, hogy hát házasodni gazdasági és szerződési okokból házasodunk, szeretőt meg szerelemből tartunk, mert Vilmos herceg úgy gondolom, hogy szerelemből házasodott, és hogy ez előtte már eléggé nyitva volt ez az út, úgyhogy ezt csak arra reflektálva mondom, hogy nagyon sokan ezt hozzák föl, amit legalábbis én látok. Viszont a pletykák, illetve az ilyen királyi körökhöz tartozó bulvár, pletyka, ismeretlen forrás, korábbi dolgozó és egyebek, azt szoktam mondani, hogy bármi igaz lehet, és annak az ellentéte is. Úgyhogy én személy szerint nem adok hitelt ezeknek a dolgoknak, illetve Omar Scobie ebből a szempontból számomra egy egészen érdekes beszámolót adott, hogy nem erősítette meg, sőt, ő is cáfolta. Pedig hát ugye mi oka lenne úgymond Katalin hercegnét, vagy Vilmos herceget védeni. Úgyhogy én ezen az állásponton vagyok. Természetesen mindenki abban hisz, amiben szeretne, illetve még egy ilyen fontos kiegészítő dolog, Kensington palota azt mondta, hogy Katalin hercegnét húsvétig nem fogod látni, ez van pont, és még nincs húsvét, még valóban nem láttuk, úgyhogy szerintem teljesen kell pánikolni. Ettől függetlenül én most már inkább jót szórakozom ezeken a teóriákon, ami esetleg olyan, hogy érdemes utána nézni, utána olvasni, hogy jobban kibontani, arról szerintem hozok majd YouTube videót is, és nem csak TikTokon fogok róla beszélni. Úgyhogy ha esetleg van még ilyen téma, ami szerintetek ilyen rövidebb videóban érdekes lehet, és akár ilyen pletyka szintű, erről majd szerintem csinálok egy külön lejátszási listát is itt YouTube-on, azt írjátok meg kommentben, hogy mi az, amiről szeretnétek esetleg ilyen rövidebb videókat látni. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, ha pedig érdekesnek találod a tartalmaim, de még nem tetted, akkor iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!